A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk egy kórházi nyílt napra. Stúdiónkban beszélgetünk egy negyed évszázados jubileumról, végül pedig mutatunk Önöknek egy különleges kozmetikai kezelést. Tartsanak velünk! A Fejér megyei Szent György Kórház különböző osztályaiba nyerhettek bepillantást 7. és 8. osztályos fiatalok. Emellett szimulátorok segítségével játszva tanulhattak az újonnan kialakított skill laborban. Amikor nem lehet a levegő, egy intenzív osztályon fekvő beteg helyes ellátását magyarázza a kórház egyik ápolója általános iskolás gyerekeknek. A Fejér megyei Szent György Kórházban a kicsiket szakértők tanították arra, mik a legfontosabb teendők súlyos ellátást igénylő személyek esetében. Nagyon fontos, hogy az intenzív osztály az már egy összetett, állandó megfigyelést tud biztosítani azoknak a kritikus vagy életveszélyes állapotú betegeknek, akik akár a bekerülés pillanatától, vagy a kórházba kerülés után kerültek ebbe az állapotba. Nagyon fontos, hogy a kórház úgynevezett teljes spektrumát felöleli, hiszen bármelyik osztályról, bármelyik műtőből, bármelyik oldalról kerülhet beteg az intenzív osztályra. De mindemellett számos új ismeretet is elsajátíthattak a nemrégiben létrehozott skill laborban. Kicsit ezt próbáljuk lefordítani, akkor ez egy úgynevezett készségfejlesztési labor. Ugye elvileg az a terv és az az elmélet, hogy aki bejön a kórházba, az mindenki rajtunk keresztül kerüljön be, és itt lehetne megtanulni most az újraélesztést. Kiraktunk egy felnőtt babát, meg egy gyerekbabát, és ugye a kórházban lehetőség van az újraélesztés teljes kiterjesztését megtanulni. Ez azt jelenti, hogy nem csak az utcaemberét tudjuk megtanítani újraéleszteni, hanem természetesen a szakdolgozókat, orvosokat már egy úgynevezett kiterjesztett újraélesztésre is lehet tanítani. Mindezeket a labor vezetőjétől hallhatták a fiatalok, aki elmondta, a céljuk az, hogy az éles helyzetekre készítsék fel a munkatársakat, mint például az újraélesztés technikájának pontos alkalmazása. A legfontosabb tudnivaló az újraélesztés kapcsán, hogy el kell kezdeni. Tehát a legfontosabb, hogy a legnagyobb hiba az az elmulasztott újraélesztés. Tehát itt pontosan, amit hangsúlyozunk is, hogy az idő a legnagyobb ellenségünk. Ugye abban a pillanatban, hogy észleljük, hogy valaki összeesett, el kell kezdeni az újraélesztést, és hívni a mentőket, hívni a segítséget. A Teleki Blanka általános iskola és gimnázium egyik tanulója már fiatalkora ellenére úgy gondolja, a jövőit szívesen szentelné a betegek gyógyítására. Kíváncsi vagyok arra, hogy az embernek milyen testrészei vannak, és hogy az adott problémákat mivel tudjuk orvosolni, és hogyan lehet kezelni az adott problémákat, amik felmerülnek. Dorka azt mondja, sok hasznos tudással gazdagodott a nap folyamán. Eddig nem is tudtam, hogy a lélegeztetőgépnek ennyi funkciója van, és mindent is be lehet rajta állítani, és ezért ez nagyon érdekes volt számomra. A filmek helyett valóság, élet a kórház falain belül címet viselő nyílt napot harmadik alkalommal szervezték meg. Nem titkolt cél volt az, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok közül minél többen döntsenek a betegellátás mellett. Szeretnénk megismertetni az egészségügyet közelről. Visszagondoltam az én időmre, amikor én ennyi idős voltam, ilyen lehetőségek nem voltak. Nagyon sok véletlenszerű dolog döntötte el azt, hogy az ember merre orientálódik, és ebbe szeretnénk segíteni. A délután folyamán a diákok egy játékos teszt segítségével mérhették össze tudásukat az egészségügyet érintő kérdésekről, a legjobbak pedig értékes nyereményekkel is gazdagodhattak, valamint megismerkedhettek egyebek mellett a radiológiai, a hermodinamikai és a patológia osztály működésével is. Nem csak a 20 éveseké a Világ Nyugdíjas Klub. Ebből az alkalomból hívtam meg a stúdióba Pogner Máriát, aki a klub vezetője. Szeretettel köszöntelek. Örülök, hogy ismét itt vagy. Én is köszöntelek, és a kedves nézőket is köszöntöm. Sok szeretettel. Nem olyan régen voltál itt nálunk. Akkor is egy nagyon színes rendezvényről tájékoztattuk itt
a nézőket, akkor ugye az Annabel kapcsán Igen. beszélgettünk, és ennek a délutánnak a szépéről beszélgettünk, ugye el is hoztad magaddal Igen. azt, aki díjazott volt. Most pedig a múlt hét csütörtökön volt, illetve majd a felvétel Igen. szempontjából mondjunk egy dátumot, mert Igen. nem biztos, hogy akkor kerül adásba. Akkor volt egy ilyen jubileumi klub délután, amit így van. Igen. Amit nagyon szívesen töltöttetek. Igen. Hát ez tényleg nagyon szívesen töltöttük, hát egy hatalmas időt fogott magába tényleg az egész, mert azért 25 év, az csak egy negyed század, ugye, és azért nagyon sok minden történt ez alatt, az idő alatt. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert erről talán egy könyvet is lehetne írni, de hát röviden és dióhéjban, hogy hát először is ott kezdődött az egész, hogy valakinek ki kellett, hogy pattanjon az agyával, hogy legyen egy ilyen rendezvénysorozat. És az én voltam még akkor aktív nép. Igen. Az mit jelent, hogy ki kellett? Miért? Milyen indítatásban? Mert nem volt a városban a szépkorúaknak egy rendezvény, rendezvénysorozat, ahol egy kicsit kikapcsolódhatnak, vagy elmehetnek táncolni, vagy tehát egy ilyen sorozatot szerettem volna én beindítani, ami hát végül is beindult, úgyhogy ennek kapcsán, hogy én akkor még aktív dolgozó voltam, és hát hozzájárult ugye főnököm is, mindenki termet megkaptuk, és felhívtam a Szenes Iván művész urat, és kértem, hogy hadd legyen a rendezvényünk címe, ha nem csak a 20 éveseké a világ, és nagyon nagy örömmel vette, természetesen ennek ugye lett folytatása is, mert ahányszor jött a Balatonra, és tudta, hogy mi vasárnap délután itt vagyunk, mindig meglátogatott bennünket. Hát ennek nagyon örültünk, úgyhogy... Ilyenkor mi volt, ilyen közös dalolászás? Nem, akkor ő jött a színpadra, és énekelt nekünk, köszöntött bennünket, túl sokat olyankor nem időzött, hanem volt a 10 éves évfordulónkat, azt viszont nagyon szépen ő rendezte meg, hát segített nekem ebben, és nagyon szép emléklapokat adtunk ki, elég nagy volumenű volt ez a 10 éves, és hozott magával körülbelül 8 énekest. Akkor még élt a Mari Zsuzsi, a Pór Péter, a Kós, a Pályer András, a Szandi. Úgyhogy az mondom, olyan 8 tíz körül volt. Megvan még most is a kis meghívó, amivel hív. Ez volt a címe, hogy Szenes Iván és barátai Médén Székesfehérvár. Uh-huh. Tehát ő valóban ezt a fehérváriaknak hozta ezt a műsort. Úgyhogy nagyon örültünk, a Fehérvár TV vette is, azt hiszem az archívumban megvan valószínű. És hát ezzel aztán úgy beindult nekünk is az életünk, és nem sokára jött ugye a 15 éves évforduló, már arra nem tudott lejönni, nagyon beteg volt. És akkor írt nekünk egy nagyon szép verset, nem tudom, hogy 2 perc alatt elmondhatom-e, mert nagyon szép volt, hogy szervusztok 15 évesek, gondolatban veletek vagyok, zene nélkül küldök éneket. Sok szép emlékre visszagondolok, bárcsak ott lehetnék köztetek. Nézhetném mosolygó arcotok, remélem, hogy így is érzitek, hogy ezen a meghitt ünnepen gondolatban én is ott vagyok. Szép jó estét és jó szórakozást kíván. Erre a sorra talán még én is találok rímet, Szenes Iván. De ezt kaptuk emlékben. Ez nagyon kedves. Igen, úgyhogy, és akkor... Hát utána ugye nem állt meg az élet. Ja, még azt szeretném elmondani, hogy a temetésen is ott voltunk. Nagy ovációval fogadtak bennünket, és én erre nagyon büszke vagyok. Hát nagyon különös temetés volt, most én erről nem akarok, meg nincs is idő erre, de nagyon, nagyon meghatottunk mi is, úgyhogy hát... Ez egy
érdekes volt. Nagyon, hát 60 fő mehetett csak be ebbe a kis kápolna-szerű dologba. És az Aracki László társaságában kerültünk be, mi is együtt mentünk. Szóval nagyon, nagyon szép volt, ez érdekes volt, úgyhogy itt is részt vettünk. Azon kívül ugye előtte még arról nem is szóltam, hogy mi feljártunk a Szenes Színházba ő hozzá. Így hát még ti voltatok jobban, a kemény, kemény magot, akik a kemény mag, igen, táncoltak énekelni. Mert még most is lehet látni a Dunavördön napjainkban is, lehet látni bennünket az első sorban, hogy hát tapsolgattunk, és nagyon örültünk. Hát nekem is számos felvétel van erről az egészről. Tehát itt még közelebb kerültünk a művész úrhoz, úgyhogy bemutatta nekünk a Blum Józsefet, a más zeneszerző barátját. Rajta keresztül ugye az Arackival is jó kapcsolatba, a Korssal is jó kapcsolatba kerültünk, úgyhogy hát nekünk nagyon, nagyon mozgalmas és szép volt ez az életünk, úgyhogy jó, jó volt az egész. És akkor hát a halála után ugye folytattuk mi is szépen az életünket, és hát nem sokára ugye bejött a Covid, akkor le kellett egy kicsit állni. Úgyhogy, de hát akkor két év kimaradás volt, tehát mondhatnánk úgy, hogy volt egy múltunk, és akkor van egy jelenünk, és remélem, hogy lesz egy jövőnk. Hát az idei év, amióta újra lehet rendezni, igen, mindenféle rendezvényt, azért elég színes volt. Ez nagyon színes volt, úgyhogy hát itt most elég sokat együtt voltunk, és nagyon megnőtt a létszámunk is. Veszett is el sajnos, pandémia idején mentek el, de nagyon szépen most is 50 felett vagyunk, úgyhogy hát itt már lehet kezdeni azért életet, úgyhogy hát mi elkezdtük januárban ugye a Szent Sebestyén ünneplésével. Minden, ami következett, a farsangi királynőt adtunk, Fán királynőt, úgyhogy jött a pünköst királynő, jött az Annabál szépe, és jött utoljára a jubileum, ami most volt, ami 17-én, ha jól emlékszem. De még előtte volt a születi mulatság, amit nem hagyhattunk ki, egy nagyon jó születi bál volt, és Szőlőskertek királynője, ő is kapott ugyanúgy mindent, koronát, mindent, tehát nagyon gazdag volt ez a fél évünk. Ja, és amit a lényeges még, hogy hát egy nagyon szép, nagyon színvonalas előadást tartott nekünk a dr. Zahár főorvos úr, úgyhogy azon nagyon sokan voltak, és hát nagy dicséretet is kaptunk, hogy azért merészkedünk belemenni olyan dolgokba is, hogy tényleg ez az egészségügyi előadás, ez nagyon szép volt és színvonalas. Úgyhogy visszahallottuk, hogy volt értelme. Hogy bírjátok energiával ezt a sok programot? Hát igen. Főleg te azért egy rendezvényt megszervezni nem könnyű dolog, főleg ilyen gyakran. Hát ez most nagyon sok volt, még azt hiszem, hogy maradt is ki, mert volt múzeumlátogatás természetesen, ugye ami most a Fő utcán a nagy múzeumban, ott is voltunk, akkor kimentünk a másik helyünkre, ami csak létezett, bemutatva volt a múzeumokban, ott oda mindenhova elmentünk. Most nem akarom felsorolni, mert nagyon sok lenne, de ugyanígy folytatjuk most a továbbiakban, hogy ilyen fakultatív kirándulásokat fogunk rendezni, mivel most ugye tudjuk azt, hogy mi van. Hát most egy kicsit ugye ez a energiaválság egy mindenkit spórolásra, és hát arra késztet, hogy egy kicsit húzzuk össze ugye a nadrágszíjat. Uh-huh. És most itt mondanék egy olyan dolgot, ami azt hiszem nem mindennapi, de mi ebbe is belemerünk menni, mivel nagyon szép létszámmal rendelkezünk, mi úgy gondoltuk, hogy a tagdíjunkból
200 forintot, nekünk 2200 az éves tagdíjunk, és most csak 2000-et fogunk kérni, hogy a nyugdíjasainknak hát ennyivel kedveskedjünk, hogy legalább 200 forinttal többet tudjanak vásárolni majd. Tehát mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy segítsük őket. Egy pár szót azért ejtsünk akkor a múlt heti, illetve november 17-i eseményről. Igen. Ez egy szép kis klub délután volt, amiről ugye mi is beszámoltunk itt a tévében. Igen, láttuk, hogy nagyon, hát valóban, ami nagy öröm volt számomra, hogy az elnökségi asztalunk az végig, tehát helyet foglaltak a meghívott vendégeink, és ez nagyon nagy, nagy szó, és nem beszélve arról, hogy a polgármester úr is ott volt, és köszöntött bennünket. És hát kaptatok innet, is valamit. Igen, és innen szeretném megköszönni újra neki, hogy tényleg méltatta a munkánkat, és mindenkinek, aki segített nekünk valamit, amit szeretném mindent megköszönni neki. Igen, szeretted volna, hogy ezt megmutassuk a nézőknek. Nagyon szép elismerés. Szép elismerés a 25 éves fennállás alkalmából. Igen. És hát ugye elhoztad megmutatni, hogy azért voltak itt korábbiak, és ugye ez volt a 10 éves, azt hiszem. Ez akkor volt, 3 éves volt a klubunk, hogy felvettük aztán a Sivánnak a zenéjének a nevét. És akkor volt még egy ilyen, ami igen, a 15 éves jubileumra. A 15 éves jubileum, igen. Úgyhogy itt már aranyat kaptunk. No, még egy picit beszéljünk arról, hogy milyen terveitek vannak, hiszen itt most azért vannak nehézségek. Nagyon sok intézmény bezárt. Ti mit fogtok most kezdeni az év hátralévő részében és a következő évben? Hát ki fogjuk valahogy bírni, hogy a tavaszig mindenképpen, de nem fogunk szétmenni, úgyhogy fogjuk tartani a kapcsolatot. Már én lépéseket tettem, ugye a Szabad Művelődésház, még a régi nevén mondom, úgy jobban ismerik. Ugye ő fogja az ügyeletet tartani a nyugdíjasok körében, hogy lehessenek majd ugye nekünk is összejöveteleink, és már én próbáltam intézkedni. Még ebben az évben lesz egy Mikulás összejövetelünk, lesz egy karácsonyi, szilvesztert azt nem szándékozunk tartani, mindenki a családjával legyen otthon egy kicsit, és már a jövő évre vannak elképzelések erre a pár hónapra. Mint ahogy említettem, hozzá fogunk fűzni ugye ilyen dolgokat, hogy fakultatív kirándulás, mert és ezeket fogjuk még majd bővíteni programokkal. Úgyhogy szerintem nem lesz semmi gond ebbe a pár hónapban, amíg kitavaszodunk, és utána már élhetjük az életünket. Tudtok legalább egy kicsit szusszani. És én pedig megmutatnám a nézőknek ezt az emléklapot, amit pedig a Fehérvár Média Centrum kapott tőletek. Igen. Gondolom, hogy itt ez az együttműködésünk miatt van, igen, mert szoktatok szerepelni, és hát a forgatásaitokra igen. is, amikor csak időnk engedi, akkor elmegyünk, úgyhogy nagyon szépen igen. köszönjük, hogy gondoltatok ránk, és hát én remélem, hogy a jövőben is ugyanilyen gyakorisággal igen. fogunk tudni beszámolni a remélem. Ti eseményeitekről, és hát tartsatok ki. Igen, megpróbálunk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a sok támogatást, segítséget, amikor kijöttök, és tényleg leadjátok a mi kis műveinket, mert mi csak erre lehetünk büszkék, és még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, polgármester úrnak is ezt a szép kitüntetést, nagyon köszönök mindenkinek. Mi pedig szeretettel mindent. Gratulálunk a jubileumhoz. Köszönöm szépen, átadom a klubtársaknak. A következő percekben egy különleges kozmetikai eljárást mutatunk önöknek. Csapó Rami kolléganőm Nagy Gabriella kozmetikusnál járt. Különleges kozmetikai kezelésre érkezett egy vendég a Puder szépségszalomba, egy úgynevezett holisztikus kozmetikai kezelésre. Ez a holisztikus masszázs, vagy aromás masszázs, ahogy mi hívjuk, ez annyiban különbözik a normál kozmetikai masszázstól, gyakorlatilag teljes mértékben más, tehát maguk a mozdulatok is mások, meg a hatóanyagok, amikkel ezt végzem. Használok benne aromás olajokat, fitoesszenciát, és alapnak általában egy se a krémbe tesszük bele ezeket a hatóanyagokat. A
hát a vendégnek a lelki állapotához és az energia állapotához megfelelően. Mindezt megelőzi, hogy az érkező vendég kiválaszt egy kártyát, amely az adott érzelmi állapotát tükrözi, vagyis a kínai holisztika szerint öt elemből választhat. Tűz, víz, fém, föld és fa. A szakember elárulta, minden elemnek megvan a maga jelentése. A vendégem Dóri a föld elemnek a mandala kártyát választotta, úgyhogy ehhez miért nem fogom kikeverni akkor az ő masszázskrémét, ami áll egy Shea krémből, egy Shea vajas krémből. Egyébként ezek a termékek teljesen 100%-os tisztaságúak, tehát 100%-os tisztaságú illóolaj az alapjuk, amik természetesen ez egy fitoesszencia, egy föld elemhez tartozó fitoesszencia, ezt rakom bele, amik természetesen nem úgy kell elképzelni, tehát én most nem illóolajat csepegtettem ide, hanem az illóolaj át van alakítva különböző eljárásokkal olyan állapotban van hozva, hogy így mondjam, hogy teljes mértékben kozmetikai célra használható legyen, tehát hogy ne irritálja az ő bőrét, és semmilyen probléma ne származzon belőle. Teszek hozzá egy kis nyugalommasszázsolajat, ezt mindig teszek bele, és akkor egy harmonizáló aromavizet. Tehát ezekben mind benne vannak a 100%-os tisztaságú illóolajok, olyan állapotba kerülnek bele már, ami kozmetikai célra használható. És akkor ez lesz az ő masszázskrém, ezzel fogom őt megmasszírozni. A masszázs minden esetben az arc körbe masszírozásával kezdődik. Ezt testélek szellem szinten érinti úgymond a vendéget, tehát hogy itt nem csak a fizikai szint, ami ugye, hogy ő ezt érzi, és a bőrt érintem, hanem ez egy sokkal összetettebb hát folyamatnak is nevezhető. De nem csak ez adja a kezelés egyediségét, árulta el a szakember. És ami még a különlegessége, hogy az arcon ugyanúgy megtalálhatóak azok a belső szerveknek a reflexpontjai, mint a talpon különben, és ezt nagyon apró, finom nyomással stimuláljuk, ezáltal is harmonizálva az egész testet tulajdonképpen. Az egész folyamat nem több, mint fél óra, amely alatt a vendég testileg és lelkileg is el tud lazulni. Ez egyébként egy 25 perces masszázs, amiben nagyon jól el tudnak lazulni a vendégek, és ez a hideg-meleg ásványoknak a váltakozása is nagyon különlegessé teszi, meg egy ilyen nagyon különleges élményt okoz. És vajon elvégezhető-e a kezelés, ha valaki nem normál bőrrel rendelkezik? Ugyanúgy alkalmazható egy problémás bőrre és egy érzékeny bőrre, egy mély rétegi vízhiányos vagy zsírhiányos bőrre, tehát mindegyik bőr jól, egy érzékeny bőrre, tehát jól tolerálja a bőr, és akkor ugye, ahogy mutattam a masszázskrém kikeverésénél, ugye az meg már teljesen ilyen személyre szabottan ugye be van pontosítva, hogy úgy mondjam, hogy ő neki mire van a leginkább szüksége jelen állapotában. És lehet, hogyha két hét múlva jön, akkor már nem ezt választja, hanem valami mást. Egy feltétele van mindössze, hogy a vendég legyen 14 év feletti, de mindenkinek javasolt olykor-olykor, ha ki akar szakadni a hétköznapok rohanásából. Ez volt már az Együtt magazin, köszönöm, hogy velünk tartottak, áldott adventi időszakot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.